kezemben lévő növénygyűjtemény tartalmazza a parlagfüvet. Ez a erősen kifejlett és már pollen képes parlagfű, virágzásban lévő parlagfű. Ez egy hasonló növény, ami lényegében ez egy másik fajta gyömnövény. Ez hasonlít hozzá, tehát nem kell összetéveszteni vele, mert egészen más a botanikai jellegzetessége. Hát a parlagfűhöz hasonló növény, mivel a fekete üröm, amelynek szintén van erős pollen képződése, de kevésbé elterjedt. Vannak úgynevezett kenderek, vagy vadkendernek nevezett kenderfajok, amelyek szintén pollen termelők, de a parlagfűnél kevésbé veszélyesek. Jelenleg országosan nagyon magas a pollen terhelés. Helyenként akár extrém magas is lehet a parlagfű virágporának koncentrációja. A kezemben lévő növénygyűjtemény tartalmazza a parlagfűvet. Ez a erősen kifejlett és már pollen képes parlagfű, virágzásban lévő parlagfű. Ez egy hasonló növény, ami lényegében ez egy másik fajta gyömnövény. Ez hasonlít hozzá, tehát nem kell összetéveszteni vele, mert egészen más a botanikai jellegzetessége. Hát a parlagfűhöz hasonló növény, mivel a fekete üröm, amelynek szintén van erős pollen képződése, de kevésbé elterjedt. Vannak úgynevezett kenderek, vagy vadkendernek nevezett kenderfajok, amelyek szintén pollen termelők, de a parlagfűnél kevésbé veszélyesek meg. A héten a megerősödő szél tovább fokozhatja a pollen terhelést, melyen számottevően az átmeneti záporok sem enyhítenek. Ez azért veszélyes, mert nagyon agresszív a pollenje, apró, tehát lényegében gyorsan terjed levegőben, több kilométerre is elfújja a szél, és amikor virágzik, akkor óriási tömeget termel, szinte porfelhője van, mikor olyan légjárás van. Az idejében a parlagfű virágzását az asszály késleltette, ezért egészen az utolsó augusztusi hétvégéig az allergiások enyhébb tüneteket tapasztalhattak, mint a korábbi években. Az idei év az semminek nem használt, és a parlagfű is észrevette, pedig igen, tud alkalmazkodni az időjárási rossz viszonyokhoz is. Az esők előtt gyakorlatilag nem volt, ugye a tavaszi kelés az nem jellemző, mert nyárot új növény, ezért most az utóbbi esőkben most már megjelent. Tehát van olyan hely, ahol már erőteljesebb, tehát már erőteljesen pollenszóró, és valahol most kezd kelni. Augusztus utolsó napjaiban azonban a parlagfű pollen koncentrációja gyors ütemben emelkedett. Országosan elérte a nagyon magas szintet. Ez a parlagfű kolónia gyakorlatilag abban az állapotban van, hogy pár napon belül teljes virágzásba fog borulni, és ezzel megkezdi a pollenszórást. De most ugye ezek az erőteljesebb növények, ami azt jelenti, hogy amik ezután kelt, vagy ezelőtt keltek és még kisebbek, azok ezután fognak megerősödni, és egy hosszú erős parlagfű fertőzésre számíthatunk még. Hogyha esik akkor is? Hát esik akkor is, ennek nincs jelentősége. Lehet, az eső leveri a pollent valószínű, de azért állandóan nem esik az eső. Inkább jellemző az, hogy száraz, meleg ősz lesz, hiszen a szüretre meg az volna jó idő. És azt jelenti, hogy egész szeptember biztos, hogy parlagfűfertőzésről szól. Az elkövetkező két hétben továbbra is erős tünetekre számíthatnak a parlagfű pollenre érzékenyek. A parlagfű egy észak-amerikai származású behurcolt növény, tudományos nevén egy ambrózia eláció, de lényegében egy adventív növény azt jelenti a tudományos szó szerint, hogy nem termesztett és különböző ruderális helyeken, tehát árokparton, útszéleken, kevésbé művelt területeken szaporodik föl, de felszaporodik a szántóterületen is, és egyes kultúrnövényeknek nagyon veszélyes ellensége. Ez a gyomnövény? Barnak egyértelműen agresszív gyomnövény, amellett, hogy ugye a pollenje fertőző, emellett elnyomó szerepe is nagy, tehát a kultúrnövényt egyszerűen ki tudja maga mellől írtani, és ő maga fog uralkodni. Az az egyetlen szerencséje a művel területeken, tehát kultúrterületeken, hogy vegyszerekre igen érzékeny és vegyszeresen lehet írtani. Olyan helyen van nagy tragédia, ahol nem tudnak gépesíteni, nem művelik rendszeresen, nem kaszálják, és főleg nem vegyszerezik, ahol óriási mértékben elszaporodik és ontja a pollent.
A Nemzeti Népegészségügyi Központ javasolja, hogy az allergiások lehetőség szerint kerüljék a kültéri tevékenységeket, fokozottan ügyeljenek a gyógyszerek szedésére, és kövessék nyomon az NNK pollen információs szolgáltatását, amely naponta frissülő térképes előrejelzéssel segíti az allergiásokat és a szakorvosokat. Hát az allergia az lényegében egy olyan tünet, amely minden növénynek van allergén jellege, és aki érzékeny, az például korai tavaszi magyaró virágzástól egészen a legkésőbbi, ami részben a parlagfű is ilyen, ez mindenre érzékeny, de a parlagfű ennél sokkal erőteljesebben át, és különösen légúti dolgokat, úgynevezett ilyen orfolyást, aztán nyár, meg egyéb, aztán láz, egy-egy betegségeket okoz. Ha van mellékbetegség, akkor még tragikusabb a helyzet. A gyakori hajmosással, a nedves portörléssel, a ruhák beltéren történő szárításával, maszkviseléssel és a megfelelően időzített kora reggeli vagy esti órákban szellőztetéssel tovább csökkenthetjük a parlagfű pollen által okozott tüneteit.